Sem a családi házak, sem a telkek árai nem változtak az elmúlt időszakban Pécsett, mondta stábunknak az egyik ingatlan értékesítő iroda vezetője. Szilas Pál kiemelte, ugyancsak stagnálnak azoknak a lakásoknak a vételárai is, melyekhez zöld terület tartozik. A veszélyhelyzet miatt azonban a befektetési célú lakások, például Egyetemvárosban és Kertvárosban, már olcsóbbak, mint néhány héttel ezelőtt. Májusban már nőtt a kereslet a pécsi ingatlanok iránt, az érdeklődők kifejezetten a nagyobb tereket keresik, legyen szó lakásról vagy házról, mondja a szakember. A lakásokra, azokra a típusú lakásokra, ahol teraszok vagy zöld udvarkert tartozik hozzá, megnőtt a kereslet, illetve a családi házak iránt és az olyan kis telkeken lévő családi házakra, amik az emberek fel tudnak használni szabadidős tevékenységekre. Azon kívül sajnos a paneloknak az ára ugye csökkentek, mivel ugye ezek a típusú lakások nem rendelkeznek az erkélyeken kívül nagyobb terasszal vagy zöld területtel. Éppen a járványügyi veszélyhelyzet okán indult el a cégnél egy új szolgáltatás, melynek segítségével otthonuk kényelméből járhatnak körbe bizonyos ingatlanokat az érdeklődők. Nemrég ugyanis már háromdimenziós sétára is lehetőség nyílt azoknál a hirdetéseknél, ahol ezt a tulajdonos elkészítette. Mindig kicsit ilyen számítógépes bejárós játékban. Aminek egyik része, hogy 3D-ben látható az alaprajz is, ami messziről megtekinthető, így jobban meg tudják ismerni a tulajdonosok, vagy jövendőbeli tulajdonosok, hogy milyen ingatlan tudnak venni, és azon kívül meg ugye minden pontját be lehet járni ezeknek az ingatlanoknak, vagy a családi házaknak is, vagy akár a lakásoknak. A technológia viszonylag egyszerű, az ingatlan közvetítő munkatársai 360 fokos kamerákkal készítenek képeket a lakásról, házról, amit egy program illeszt össze. Így teljesen körbejárható az épület kívül és belül. Egy 3D kamera be van állítva, hogy azokra a pontokra, hogy rá tudok kattintani, és akkor ott viszont teljesen körbe kameráz mindent, ugye alul fölül, és hogyha majd picit nézzük, akkor ez a kamera alja. A szakember azt mondja, az áprilisi leállás után májusban ugyan fellendült a piac, azonban a következő hetekben, hónapokban újabb visszaesésre számítanak. Szilas Pál hozzátette, a későbbiekben a kiadó lakások tulajdonosai is bajban lehetnek, hiszen ha bevezetik az állandó távoktatást, az egyetemisták nem jönnek vissza korábbi albérletükbe. Pontos adatokat azonban csak később látnak majd az elemzők.